László Miklós Illatszertár című darabjával vett részt a Móricz Zsigmond Színháza 2018-as poszton. A Pécsi Országos Színházi Találkozót 2001 óta szervezi a Magyar Színházi Társaság Pécs városában. Ez a magyar színházi szakma legfontosabb eseménye. A Nyíregyházi Teátrum egyedüliként egy könnyedebb előadással kapott meghívást a fesztiválra. Az első díj, amit megkaptunk, az a zsűri közönség díja. Tehát itt a közönségnek is megadták a lehetőséget, hogy kiválasszon egy számára legjobb, legkedvesebb előadást. Én erre nagyon büszke vagyok, mert én mindig is azt vallottam, hogy mi az előadásainkat a közönségnek szeretnénk minél nagyobb szeretettel játszani. És a másik pedig a színész zsűrinek a díja, itt pedig Horváth László Attila nyerte el a legjobb férfi alakításért járó díjat. A darab karácsony előtti nosztalgikus történetében a drogíria alkalmazottai keresik párjukat és helyüket az életben. Az üzlet tulajdonosát, Hammerschmidt urat Horváth László Attila alakítja a vígjátékban. A színész többek között a Prima és a Jászai Mari díjat is kiérdemelte már korábban. A szerző az 1913-ban született László Miklós, aki a 20-as, 30-as évek színházi életének ünnepelt színésze, bulvár és kabaré írója volt Bécstől Hollywoodig. A vígjáték pesti bemutatója után Amerikában többször is színpadra került, és filmadaptációk is készültek belőle, akkor igazi sztárjaival. Az előadást Mohácsi János rendezte, aki közel 20 év után tért vissza a Nyíregyházi Társulathoz. Az elmúlt 20 évben a Mohácsi rendező úr országos szinten kiemelkedő rendező státuszba került, akárhova megy rendezni, mindenhol nagy szeretettel fogadják, és a szaktudását mindenhol elismerik. Talán nem is véletlen, hogy például a poszton 16 alkalommal került meghívásra előadása, ami mondanom sem kell, hogy nem kis dolog. Nálunk a színészek nagyon nagy izgalommal várták, volt aki annyira izgult, hogy nem győztük megnyugtatni a próba folyamat megkezdése előtt, de aztán egy hét után mindenki megnyugodott és a munkára koncentrált, a végére pedig nagy boldogsággal mutatták be a rendezővel együtt az előadást. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kiemelten sikeres évadot zárt. Kirják Róbert ügyvezető igazgató úgy nyilatkozott: az idei volt az első olyan évad, amelyet teljes egészében a színház saját szándékainak megfelelően tervezett. Nem voltak a korábbi vezetés által a színházra hagyott kötelezettségeik. A nézőktől számtalan pozitív visszajelzést kaptak. A vendégelőadásokat is nagy örömmel és teltházzal fogadta a közönség, a teátrum bérleteseinek száma pedig 4 év alatt 30%-kal emelkedett 22 000-re. Az előadásokat összesen mintegy 100 000 néző látta.